kategória. Oldalt is megjárva szinte az összes autó. Hát nem tudják, hát az egész már ki a fizet, de azt használják, amit akarnak. Jaj, de szépen csinálta a Szabolcs, jaj, de nagyon szépen csinálta. Jaj, a Hamza sajnos megpörgött, ahogy megpörögtek mögöttek, és elég sokan, például a Korányi Balázs is, akit a Bogyorosi Gábor tart föl most éppen. Aztán a Viszke Krisztián is küzdött elég rendesen a partoldalba, Hamza próbálja őt megelőzni, és a George az első! George az első, második helyen a Kovács Szabi! Jaj, a 2-8 VR-en, de gyönyörűen mögje maga alatt azt a fejt! Jaj, és Szabolcs! Elkárpráztat bennünk el, de akkor is, hogy a kimész a partoldalra, de gyönyörűen vitte azt a Volkswagen Polót. Jaj, de nagyon szép volt! Matej, hol vagy? Hol a Matej? Hol a Matej? Az első helyre a George! Az első helyre a George! Jaj, nagyon szép! És most akkor második helyen ki jön? A Mogyi vagy a Gyócsik? Hát most ezt tudja mi, de nem is nagyon érdekel. Azt tudom, hogy egy szombathelyi versenyző, egy ifjú szombathelyi versenyző, egy Amerikában szakadt magyar fiatalember, aki hajlató csorszak, és körözi le a Súval és Viktort, jelenből már megy kifelé a pályáról, viszont a Hamzát rövidesen le fogja körözni. A 630-asról, attól 3-asával. Gyönyörűen csinálja az a Matej fiatalember. Mindenki csúszkál a pályán, küzdelemben van az a jégen, ezt nem tudom jobban megfogalmazni, és az emléletesebben megdrágítani önöket, hogy csúszik ez a pályán. Viszont úgy tűnik, hogy egy embernek mindenképpen összejött ez a futam, ez pedig nem más, mint a 630-assal. Hajlató George van, aki egyébként egy roppant szimpatikus fiatalember, a maga ízessel, kifejezésével érezhető akcentusával. Gyönyörű szép feleségével, kislányával és az ő gyönyörű hófehér kutyájával jötték ugye ma a rábatöltésre, és nem hiába, hiszen egy első helyet mindenképpen meg tud tisztítani. Ezt már nem lehet tőle elvenni, annyira szépen viszont a Volkswagen Golfárhoz. Most azon kérném a széria nagy kategóriás esélyét, hogy álljanak a rajtrácsra, akkor ő fognak